Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Hello, und welcome, valamint boldog új évet kívánok minden kedves nézőnek ott a túloldalon. 2023 is bekopogtatott ide hozzánk, mi meg jól beengedtük, ugye? Remélhetőleg mindannyian ti is beengedtétek, és sok-sok jót hoz nekünk a puttonyában meg a szekerén. Első videóm ebben az évben, és már azonnal egy hagyománytörésre készülök, ugyanis ez most egy nagyon rövidke videó lesz, és nem a szokásos tartalmakkal, nem mutatom, hogy milyen könyveket zsákmányoltam, és azt sem, hogy mit olvastam az elmúlt egy hétben, vagy másfél hétben, amióta nem találkoztunk. Ezzel szemben fontos, irodalmilag fontos dátum volt itt január 1-én, hiszen Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója jött el, és ez egy jubileum. Országszerte Petőfi évet ünnepelnek majd azok, akik számára ez fontos. És azt gondoltam, hogy én nem akarok itt különösebb ünneplésben, meg megemlékezésben, meg olvassuk együtt Petőfi összes versét akcióba belemenni. Ezzel szemben szeretném néhány percben megmutatni Petőfinek azt az oldalát, ami nem annyira ismert, hiszen őt ugye költőként, szabadságharcosként, hősszerelmesként ismerjük. Ezzel szemben viszonylag keveset tudunk arról, hogy Petőfi Sándor műfordító is volt. Petőfiről ugye azt megtanultuk az iskolában is, hogy nagyon nehéz tanuló volt, nagyon rossz tanuló volt, minden más érdekelte, csak tanulni ne kelljen. Éppen ezért az iskoláit itt-ott végezte, és viszonylag későn sikerült elvégeznie, és ki tudja addigra hány iskola padjait sikerült már koptatnia. Hát egy olyan lázadó fickó volt. Azt mondják a korabeli feljegyzők, hogy ugye Petőfit az irodalom és a színészet érdekelte leginkább, és van is egy ilyen városi legenda, hogy Petőfi Sándor a színész. Hát ezt ma már tudjuk, hogy ez így azért nem egészen igaz, hiszen ő főként statisztált. Arról van feljegyzés, hogy a Nemzeti Színházban 2 hónapig statisztált, illetve itt-ott felbukkant ő, de találtam egy nagyon érdekes feljegyzést, mely szerint azt írja valaki, hogy egy régi színházi feljegyzésben találta, hogy Petőfinek rendkívül kellemetlen orr hangja volt, ezért nem lehetett őt színpadra tenni, maximum statiszta szerepekbe, hiszen külsőleg egy rendkívül daliás fickó volt, csak ne nyissa ki a száját, és énekelni sem tudott, mint kiderült. Van, azt hiszem, Horváth János, igen, Horváth János írt egy egészen izgalmas kötetet Petőfiről. Ezt én könyvtárból olvastam, nem tudom most idehozni nektek, csak itt bevágok róla egy fotót. Érdemes ezt tanulmányozni. És azért is érdemes ezt a kötetet tanulmányozni, mert kiderül belőle, hogy hát Horváth szerint Petőfi nagyon elfogult volt William Shakespeare-rel kapcsolatban, és hogy ő párhuzamba hozza Petőfi verseit Shakespeare szonettjeivel, sőt, már-már ilyen plágium gyanú is van ott ebben a kötetben. Nem biztos, hogy ezt komolyan kell venni, vagy nem biztos, hogy ennek akkora feneket kell keríteni. Hogy találkozott Shakespeare-rel Petőfi Sándor? Hát személyesen sehogy. De itt említettem, hogy nem volt ő akkora talentum színészileg, és feljegyezték, hogy Kecskeméten egy társulatban volt az ő legnagyobb színészi alakítása, ez pedig Shakespeare Lear király című drámájában az udvari bolond szerepe volt, ami egy egészen jó kis szerep, és ott nem volt zavaró az ő beszédhibája sem. Pech, hogy a Lear királyból néhányat tudtak csak játszani, utána az előadás megbukott, sőt az egész társulat feloszlott, és mindenki ment jobbra meg balra, de Petőfinek ez a Shakespeare dolog, ez nagyon ott maradt az elméjében, meg a tudatalattiában. Már csak azért is, mert ugye két magyar költő volt, aki Petőfi számára ilyen nagyon nagy idol, példakép, sőt már-már atyai barát szerepben is
tündökölt, az egyik Vörös Marti Mihály, a másik pedig Arany János. És mind Vörös Marti, mind pedig Arany fordítottak Shakespeare-t. A fiatal üdvöske megpróbált megfelelni ennek a kihívásnak is, és nekiült, hogy lefordítja a Romeo és Júliát. A visszavúrom az iskolai éveihez. Petőfi már gyermekként nagyon jól, mondhatni folyékonyan beszélt németül. Később megtanult franciául is, tehát ez a két nyelv a birtokában volt, ezekkel nem volt problémája. Viszont az angol nem ment neki olyan jól. És a Romeo és Júliából egy angol nyelvű kópiát, példányt kapott. Megtaláljátok, van ebben a sorozatban, aminek az a cím, hogy Petőfi Sándor művei, és ez egy kétkötetes sorozat. Nincs meg nekem már a védőborítója, úgyhogy fogalmam sincs, hogy néz ki, de így, ha lepucérítod, lecsupaszítod. Ennek a második kötetében megtalálod ezt a Romeo és Júlia fordítás töredéket. Mindjárt bevágok belőle fotókat. Kemény 4 oldalig eljutott a mi Sándorunk a fordításban, és ott megunta és feladta. Ezzel szemben Vörös Marti meg Arany, hát úgy megbeszélték, hogy van itt ez a Coriolanus című dráma. Hát Shakespeare-ről viszonylag ritkán halljuk, hogy a Coriolanus a legjobb drámája, meg azt is ritkán halljuk, hogy ez az egyik legnépszerűbb drámája. És ezért ezt úgy átengedték a kis fiatal Petőfinek, aki leült. És képzeljétek el, hogy úgy fordította, hogy volt egy angol eredetie, és volt egy német fordítása is, és a kettőt szépen így össze tudta fésülni. Ezzel szemben egy nagyon, hát ezt úgy hívják, hogy szabad fordítás készült, tehát nem a szó szerinti fordítást csinálta meg ő, hanem a tartalmat, a lényegi mondani valókat ő szépen rémbe szedte, mert úgy gondolta, hogy ez így menő. Megküzdött vele, de nem lett ez egy olyan hosszú történet. Egyébként azt még meg kell mondanom nektek, hogy ez elérhető bárhol, mert például a BBC sorozatban megjelent, tudjátok, ezek a fekete kis vékonyak minden könyvszekéren ott vannak. Szóval az ebben megjelent Coriolanus, ez speciál pont a Petőfi féle fordítás. Nem hiszed, akkor is megmutatom. Elközelítünk. Talán látszik. Szóval, ha kíváncsi vagy rá, olvasd el. De van nekem egy, sajnos nem az eredeti példány, de mutatok nektek egy nagyon szépet ebből. Petőfi lefordította, és annyi még ebben a dráma, hogy ő ugye nagyon szerette a színházat, a mi Sándorunk. És meg is jelent a Coriolanus 1848 májusában. Tehát a márciusi történetek után néhány hónappal megjelent, de tehát ezt még megérte, hogy megjelenjen, viszont a magyarországi bemutatót, a színházi bemutatót már nem érte meg Petőfink, hiszen ugye a hírek vagy a vendemondák szerint 1849-ben ő átadta a testét meg a lelkét. Ami a kezemben van, ez sajnos nem az 1848-as kiadás, de így is szép, ez egy 1900-ban megjelent kötet, ami hát akkoriban divat volt, vagy szokás volt, hogy a színházban futó előadásokat kiadták ilyen kis füzetekben. Látod, milyen szép, mert mindjárt bevágok róla külön is fotót, mert tudom, hogy itt mindig belecsillog. És ez sikerült nekem tavaly egy antikváriumban beszereznem, de valami egészen potom pénzekért, amikor letettem az antikváriumos pultjára, akkor az ő szeme is elkerekedett, hogy ezt ő valószínű rosszul árazta be, vagy nem tudta. És annyira izgi, hogy ez még nincs felvágva sem nagyon sok oldala, tehát valószínűleg az életben senki nem olvasta el 1900 óta, csak valami polcon volt ott. Látod? Tehát ezt még így föl kéne vágni. Fölül. Ez régen divat volt, hogy nagy ívben nyomtatták ki, és akkor fölül az olvasó elvágta egy késsel, vagy egy levélvágóval. De közben itt láttok róla fotókat. Szóval a Coriolanust végül lefordította Shakespeare magyarra, és ez meg is jelent.
De a Shakespeare, Petőfi mint műfordító, azért a német tudását ő használta, és a mai napig fellelhető többek között Schiller. Jól indul, azért mindig megakad itt ez a felvétel. Szóval a mai napig fellelhető Petőfi fordításában néhány Schiller vers, Heinrich Heinét is fordított ő magyarra, ezek is megtalálhatók, Shelleyt is fordított magyarra, képzeljétek el. És ezt említettem, hogy a franciával sem volt különösebb problémája, eredeti franciából fordított magyarra Morót. Akit ez különösebben izgat, az keressen rá az interneten itt-ott-ott, vagy antikváriumokban szerintem meg lehet ezeket találni mindenféle antológiákban. Emlékezzünk ebben az évben Petőfire. Tudom, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát, hogy olyan poros, meg avittos, de nem feltétlenül azokat a verseit kell olvasni, amit az általános iskolában a fejünkbe vertek. Érdemes szerezni egy Petőfi összes kötetet. Én bármerre járok, a szekereken mindig találok, meg antikváriumokban is lehet találni viszonylag olcsón. Érdemes kicsit elmerülni Petőfiben. Én azt tanácsolom vele kapcsolatban, hogy ne egy húzamra olvasd el Petőfi 8-10 vagy 80 versét, hanem adj egy kicsit időt ezeknek a verseknek, és inkább hogy nem a korai, hanem inkább a későbbi verseit ajánlom, és speciál nem is biztos, hogy a szerelmes versei a legjobbak Petőfinek, de azok se rosszak. Ennyit szerettem volna így nektek az év elején beköszönni, és elmondani Shakespeare és Petőfi kapcsolatáról. Ez talán 10 perc sem lett ez a videó, de hát ha ilyen pici is tud titeket érdekelni, ha igen, akkor majd ilyen is lesz. De nyugodj meg, mert ez hosszú is, csak annyi dolgom volt most így az év első hetében, például most, amikor látod ezt a videót, én akkor se itt vagyok, hanem elutaztam, meg sok a meló, meg a sorolhatnám, de nem ezért vagyok itt. Szóval Petőfi év van, Shakespeare év meg mindig van, érdemes őket olvasni. Ha jövök ám hamarosan egy hosszú videóval, mert olvastam közben mindenfélét, és csak beszámolok nektek róla, mert már írjátok a rivallókat, hogy és mind mostanában nem olvasok. De majd mindjárt meglátod. Nem mindjárt, hanem hamarosan. Köszönöm, hogy ma is itt voltál velem, és ezt a picikét is végignézted. Találkozunk hamarost. Szia!